Szeretettel köszöntelek benneteket mai adásunkban. A magazinunk címe megváltozott, az eddigi Bloodyfest magazin helyett az új nevünk Téka. Tudatos, életért, Krisztussal. Az új címnek az oka, hogy miért változtattuk meg, az pedig az, hogy amikor elindult a műsor, akkor a Mária Besnyői Bloodyfestnek igyekeztünk elkészíteni azokat a kis filmjeit és azokat a kis műsorait, amin keresztül megismerhetitek a programot, a tematikát, a résztvevőket, a civil falu résztvevőit, és azt a szellemiséget, hogy igazából miért is jött létre maga a fesztivál. A fesztivál júniusban lezárult, utána még az elmúlt 20 adás foglalta össze ugye mind a Bloodyfestnek az előkészületeit, illetve az ott elkészített felvételeket, azokból adtunk még nektek ízelítőt, hogy jövőre is legyen kedvetek jönni. Azonban azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy a magazin nagyon jó és nagyon szeretitek, viszont a jövő évi fesztivál még nagyon soká lesz, és addig még szeretnénk anyagot gyűjteni, plusz olyan nagyon érdekes és fiatalok számára izgalmas témákat is előhozni, amelyek nem kapcsolódnak már szervesen a fesztiválhoz, azonban titeket, fiatalokat érinthet. A Téka tudatos életért, az pedig egy olyan sokkal átfogóbb név, amiben beleférnek ezek a témák is. Be fogunk mutatni nektek katolikus civil szervezeteket, közösségeket, melyekhez csatlakozni jó. Elmegyünk olyan programokra, amikre reméljük, hogy nektek is lesz kedvetek eljönni és csatlakozni. Szeretnénk ezeket promózni, szeretnénk olyan ötleteket adni nektek, hogy vallásos lelkületben, vallásos közösségben hol tudjátok igazából kellemesen eltölteni a szabad időtöket. Úgyhogy a következő Bloodyfestig ezen a Téka néven fog futni a magazinunk. Tartsatok velünk most is, az elérhetőségeink ugyanolyan változatlanok, tehát ugyanebben a szokott időben fogjátok látni a műsorokat, az Apostol TV-n, illetve az Apostol TV videótárában is megtaláljátok ugyanúgy a műsorokat, annyi, hogy ami eddig Mária Besnyői Bloodyfest, illetve Bloodyfest magazin néven futott, azt most így kell keresnetek, hogy Téka. Ugyanúgy fel fogjuk tenni a fesztiválnak a YouTube oldalára, illetve a Facebook oldalra is, úgyhogy a tartalom egy picit bővül és színesedik, a név egy picit változik, de maradunk a régiek, úgyhogy szeretettel várunk titeket ezen az új néven futó műsorokban is. A Mária Besnyői Fesztiválon részt vett Böjte Csaba is, akivel nagyon jó viszonyt ápol azóta a Téka Alapítvány, és szeretnénk egy kulisszatitkot megosztani veletek arról, hogy tulajdonképpen hogy is került ő bele a fesztiválba, illetve milyen együttműködést kezdtünk el azóta. Amikor először megkerestük őt azzal, hogy tiszteljen meg minket azzal, hogy ellátogat a rendezvényre, akkor egy rendezvényt tartott, egy előadást, ahova a szünetbe kaptam időpontot, hogy akkor tudom őt megkeresni, és egy csodálatos beszéd volt, amit ő igazából mondott, és abból szeretnék nektek egy gondolatot idézni. Nagyon meghatározóvá vált a fesztivál szervezését követően számomra. Annyit mondott, hogy ugye árva gyerekekkel foglalkozik, és kérdezték tőle, hogy honnan jött igazából az ötlet, hogy az árvákkal elkezd foglalkozni. És sok gyermek volt már akkor is a gondjaira bízva, és felmerült az ötlet, hogy akkor először egy párnapos, egy tábor jellegű valamit szerveznének. A pár napból lett mondjuk egy hetes, utána jött a felkérés, hogy mi lenne, hogyha mondjuk ez egy hónapos lenne, és utána ha már egy hónapos, akkor lehetne akár két hónapos, vagy több is, és erre mondta ezt Csaba testvér, hogy ő tulajdonképpen 25 éve csak táborozik és táboroztat, így látja az ő szolgálatát, és egyszer megkérdezték tőle a gyerekei, akik a gondjaira vannak bízva, hogy miért van az, illetve hogy kell nekik igazából azt kezelniük, azt a helyzetet, hogy a szüleik ott hagyják őket Csaba testvérnél, vagy beadják hozzá őket, és nem látogatják meg őket, vagy nagyon nehéz sorsot kaptak. És akkor Csaba testvér a következőt mondta, képzeljük el a patakot, ami a Hargitáról folyik lefelé, és a pataknak az a dolga, hogy csörgetezik lefelé. És természetesen a patakban ott vannak kövek, meg sziklák, amiket ki kell kerülniük. És nem állnak meg a folyócseppek, nem kezdik el azt kérdezni, hogy miért pont előttem van ez a kő, mert a kőnek az a dolga, hogy ott legyen, a folyónak pedig az, hogy tovább menjen. Szóval amikor valami nehézséget látunk, akkor semmi más dolgunk nincs. Elfogadjuk, ő ott van, az a nehézség, mi pedig kikerüljük,
és megyünk egyszerűen tovább. Hát ez volt az az útravaló, amit én akkor kaptam, mikor felkérhettem a fesztiválon való részvételre, és utána, ahogy szóba eredettünk, ugye elkezdte kérdezni, hogy mi mindennel foglalkozik a Téka Alapítvány. És felmerült még egy közös gondolat, mégpedig az alapítvány a nevét a Csenákoló közösségről kapta. Ez az a közösség, amiről már korábbi magazin műsorunkban adtunk nektek hírt, és röviden megpróbáltuk bemutatni. Elvira nővér alapította Olaszországban, Saluzzóban, és szenvedélybeteg fiatalokat gyűjt össze, és a hittel és a szeretettel és a munkának az erejével gyógyítja őket. Ez az a közösség, aminek a létrehozásán oly sokan fáradozunk Magyarországon. Azt gondolom, hogy az idei év egy nagy mérföldkő, mert elég előre haladott állapotban vagyunk ahhoz, hogy hamarosan a magyar fiatalokat, akik ilyenfajta lelki segítségnyújtásra szorulnak, be tudjuk majd csatornázni az olasz központ felé, ugye ehhez kérjük az imáitokat és a segítségeteket is. Böjte Csabával tehát így indult az ismerettség, és csodálatos szolgálatot tett nekünk, amikor ugye ellátogatott a fesztiválra, most pedig ő kért tőlünk egy kis szívességet, amit hatalmas örömmel és szívvel fogunk teljesíteni. Ez pedig a következő, az alapítvány, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, aminek ő a megálmodója, a lelkivezetője. Ő fogja össze a nehéz sorsú árvákat, közel 3000 gyermek van a gondjaira bízva. Idén 25. éves jubileumi ünnepségre készülnek, ami szeptember 13, 14 és 15 között kerül megrendezésre, Budapesten több állomáson. Röviden szeretnénk bemutatni nektek, hogy mivel is foglalkozik az alapítványa. Húsz év alatt közel 5000 gyereket fogadtunk be, és neveltünk, kit 1-2 évig, kit 15-20 évig. Hát a gyerekeknek több mint fele már kirepült. De maga az a tény, hogy én ennyi gyereknek enni tudtam adni, akkor az bizonyítsa, hogy rengeteg jóság, rengeteg jó ember van ezen a földön. Bent Déván, ahol itt tudom, 8% alatt volt, mikor én 92-ben oda kerültem, a magyarság létszáma. Hát egy civil a pályán megjelenik, egy katolikus pap is a tetejében még magyarul is beszél, kommunizmus végén elkezd gyerekekkel foglalkozni, befogad. Persze mindenki nagyon ideges lett, feszült volt. Igen, én hiszek a szeretet világformáló erejébe. Hiszem, hogy jó szóval, szeretettel eredményeket tudunk elérni egymásnál. Érdemes megpróbálni. A gonosz lélek azt szeretné, hogy mi ne bízzunk egymásba. A gonosz léleknek nincs keze, nincs lába, ő nem tud megütni. Azt szeretné, hogy te mondjál a másikról, testvéredről rosszat, hogy te kezeddel üssél, hogy fájdalmat okozz a másiknak. Olyan fontos lenne, elhatározzuk, hogy se kezünket, se szívünket, se értelmünket nem adjuk oda a gonosznak. Párbeszéd, a jó szó mindig meghozza maga gyümölcsét. A csoda 1992-ben kezdődött, amikor a Dévai utcákon éhesen és piszkosan kóborló árva gyerekek feltartott kézzel kéregető kántálására valaki egy öleléssel válaszolt. Böjte Csaba ferences szerzetes és az árva gyerekek az elhagyott romos dévai kolostor lakatjait leverték, és lépésről lépésre új otthon teremtettek maguknak. Ahogy a szükség dagasztotta az itt élő gyerekek számát, úgy lett a szomszédos panelházakból nevelőcsaládok otthona és óvoda.
Az álmok, tervek, mely oly szélsebesen terebélyesednek, az emberi képzeletnek elképzelhetetlen módon lassan-lassan mégis megvalósulnak. Déva, Csaba testvér nyomán az adakozó emberi szeretet és az összefogás jelévé lett. Ennek az áradó szeretetnek a gyümölcseiből születtek meg a bentlakó és a napközi otthonok. A Déváról kikerülő egyetemisták, főiskolások a kolozsvári és a marosvásárhelyi otthonokban tanulhatnak tovább. Abból a szeretetből, mit az otthonok melege ad a gyerekeknek, egy életen át elkíséri őket. Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Szent Ferenc Alapítvány. Ez az a szervezet, amelyen keresztül a világ bármely pontjáról
kézzelfogható módon segítheti bárki Böjte Csaba misszióját. Misszió ez a javából, hiszen árva, szegény sorsú gyermekek ezrei köszönhetik sorsuk kiegyenesedését mindazoknak, akik a ferences szerzeteshez csatlakozva, a szeretet hatása alá kerülve, valamilyen formában gazdagabbá tették ezt a negyed évszázadot. 2018. szeptember 13-án igazi ünnepi bulit csapnak mindazok, akik elfogadják Csaba testvér meghívását. A helyszín az ország egyik legnagyobb épülete, a Papp László Budapest Sport Aréna lesz. A program gerincét pedig könnyű zenei koncertek adják majd. Neves sztárfellépők is színpadra kerülnek, de ezúttal nem szólóban, hanem mint egy fogadott szülőként, gondozóként kísérik egyes erdélyi szeretetházak lakóinak zenés műsorát. Kedves együttállás, hogy az idén 20 éves Nem adom fel együttes fellépőként és szervezőként is kapcsolódik a nagy ünnepléshez. A Nem adom fel alapítvány részéről korábban már hallhattatok interjút itt a magazin műsorunkban. A Nem adom fel kávézó az a helyszín, ami már több alkalommal is fogadta be a klubestünket, a bor és csoki kóstolót is. Hallgassátok meg ezt a dalt a kórus előadásában, ami el fog hangozni majd 2018. szeptember 13-án a Sportarénában is. Jöhet szél, mely összedöntheti a várakat. Jöhet szél, mely falakat rombol el. Mert amíg kezemet fogja, néhány olyan igazi jó barát, engem semmilyen szél nem érhet el. Mely megfagyasztja a vágyakat. Jöhet jég, mely a lelket rontja el. Mert ami kezemet fogja, néhányam olyan igazi jó barát, engem semmilyen jég nem érhet el. A boldog percekért, egy újabb holnapért tovább menni kell. Soha nem adom fel, nem kísérhet újra a magát. Soha nem adom fel, nem jöhet több szomorú délután. Soha nem adom fel, míg a kezemet fogja egy igazi jó barát. Így együtt soha nem adjuk fel. Jöhet tél, mely könnyű alatt. Jöhettél, mely tavasszal sem megy el. Mert ami kezemet fogja, néhányam olyan igazi jó barát, engem semmilyen tél nem érhet el. A boldog percekért, egy újabb holnapért tovább menni kell. Így együtt soha nem adjuk fel.
Szeptember 13-án 19 órakor kezdődik a koncert a Sportarénában. Az említett Nem adom fel zenekar mellett olyan híres előadókat is hallhattok, mint az Edda Művek, a Republik. Vendég lesz Ferenci György, Olá Iborja, vagy a Gruppenswingből ismert Mihály Réka. Természetesen Böjte Csaba gyermekei is elfoglalják a színpadot, és gyönyörű angyali hangukkal betöltik majd a teret, valamint szintén vendég lesz Presser Gábor, valamint Pintér Béla. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Csaba testvér 2018. szeptember 12. napján érkezik 500 gyermekkel Budapestre, hogy a Szent Ferenc Alapítvány 25. jubileumát együtt ünnepelje az anyaországi támogatóival és barátaival. A program ideje alatt várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik szívesen befogadnák a gyerekeket, akár 1-2-3 főt közülük, valamint kísérőiket. Az elszállásolás időtartama 4 éjszaka lenne, jelentkezni ezen időszakra pedig a program@csenakoló.hu címen lehet. Azok a családok, akik befogadókká válnak ezen időszak alatt, tiszteletjegyet kapnak a koncertre 2 fő részére. A többiek pedig, akik nem befogadóként, hanem részvevőként szeretnének ellátogatni a rendezvényre, 3000 forintos jegyáron fognak tudni jegyet rendelni a következő címen broadway.hu. Akik gyereket szeretnének a 4 nap alatt elszállásolni és számukra programot biztosítani, körülbelül azzal a napirenddel tudnak számolni, hogy szerda este érkeznek meg vonattal a gyermekek, összehozzuk őket a nevelőszülőkkel, illetve befogadószülőkkel, majd csütörtökön a szabad programot követően este találkozunk az esti koncerten, az arénában, pénteken szabad program, vagy amennyiben a befogadó család nem tud szabad programot biztosítani, akár munkahelyi vagy más elfoglaltság miatt, ugye gyermekeket sétahajózni visszük, szombaton pedig Mária Remetén lesz egy egész napos, csodálatos délután, ahova szeretettel várjuk a családokat. Kérjük tehát, aki örömmel jelentkezne erre a nemes feladatra, ne felejtsen el írni, és vegye fel velünk a kapcsolatot. A gyermekek nevében is előre köszönünk minden segítő felajánlást, hogy ezek a napok valamennyiünk számára maradandó élményé váljanak, mert akkor valóban jobb lesz velünk a világ. Búcsúzóul pedig egy nagyon szép gondolatot szeretnék veletek megosztani, Böjte Csaba tollaiból. Ha az emberre valaki szeretettel néz, az olyan, mint a napfény, mely az alvó magot kihozza a földből. Télen miért nem virágzik a cseresznyefa? Mert nem látja értelmét a kibontakozásnak. Tudja, hogy a fagy elpusztítaná a szirmait. Nem bízik a környezetében, érzi, hogy veszélyben van. Az emberi szívben is megbújik egy kis bimbó, de ha nincs, aki kedvesen rámosolyogjon, szóljon hozzá, inkább bezárva marad. Kívánom, hogy ti ne maradjatok bezárva, nyíljon ki a szívetek, lelketek, találkozzunk szeptember 13-án, és addig is ne felejtsétek el az eddigi mottónkat, ami bár a nevünk megváltozott, de a mottó továbbra is megmarad, minden lehetséges annak, aki hisz. Isten áldjon benneteket! Egyszer egy kis bárány gondolt egy nagyot, azt mondta magáról, én már elég nagy vagyok.